Sziasztok, itt újra ezután folytatjuk a Phoenix Wright Ace Attorney 5. extra epizódját a harmadik nyomozással. Ez lesz az utolsó nyomozás az Ace Attorney-ben. Mert a következő már a Justice for All-ban lesz. Február 24, 3 óra 12 perc délután, Wright & Co. törvényiroda. Sajnálom, Mr. Wright. Sajnálom, amit a tesón mondok. Igen, az egy drasztikus bűnök... ...még tartalmat nyújt el. Most megyek drasztikus bűnökhöz, drasztikus lépésekhez. Ez mindig így. Minden meg kell tenni. Azért az ítéletét, amit megérdemel. Nem tudtam, hogy ez S9C incidése. Nincs egy más nevet is. A Joe Dark gyilkos. Gyilkosság. Minden áron el akarta ítélni Darkot. És ezért használta fel. És ezért használta fel, ami történt fel. A fájlokban van a válasz. Joe Dark utolsó áldozata Neil Marshall. Bizonyítékot hagyott maga után, egy gyilkos. De mi közöd ehhez, M? Meg akarta ölni. De Neil megvédte. Tehát ő volt a tanú Joe Dark perében. Esek 9, nincs ilyes. Ja, akkor pihar volt. És egyedül volt tesó a irodájában. Tehát azon voltak, hogy vacsorázzanak. Amikor befejezi a munkáját. De ez a faszokó jött be a irodába. Elvette a kését és rám sikoltott. Nem tudtam, mi történik. De akkor mással igyész megjelent. Joe Dark, ha jól tudom, a Tusznak megpróbáltad túlszulejteni Emma-t. De miért ő megtette volna, viszont a sarát állott. Nem fogja sose elfejteni azt a villámlást. És akkor már a villany is kikapcsolódott. Nem tudja azt a villanyt elfejteni, amikor volt a villámás. Nem emlékszik arra, hogy mikor Dark leszúrta volna Marshall. És nem tudott emiatt valamást tenni. Szóval a hamisított bizonyítékot ezért akarta a véghez. Tehát minden áron a bűnösítésre meg akarták szeretni. És ezért hamisította meg Lana. Hogy aztán The Edge-ről felhasználja. De biztos a benne, hogy
nem tudta, hogy az ügyét nem tudott róla. Nem is pedig nem tudhatok róla. De ekkor kezdődött. Breakout Mr. Edgeworth-ről ezt magát hibáztatta. Nem történt volna mindez, hogyha rendesen vallott volna. És azóta már nem ugyanaz a személy. Azóta hideg, és mint most. Tehát bizonyára már leüthette, és aztán de így szúrhatta le a késsel. Na, már bizonyára ölébe vette. Ő próbálta vallani, de a szavak nem jöttek elő maguktól. De tudod, képet csinál róla. Viszont az nem volt annyira jó kinézetű. És akkor 14 éves lehetett. Ezért döntött úgy, hogy tudományos kutató lesz. Vagy tudományos nyomozó. És tehát a maga vallomása szerint akart harcolni a bűnök ellen. Így akarta volna elérni, hogy lána többet ne hamisítson bizonyítékot. De még mindig valami zavarja. De miért akart a sorozat gyilkos ott lenni? Joda... akkor bizonyára... kérdőre volt vonva. Joda bizonyára elrohant. És a testvére irodája felvette az irányt. De miért? Tehát azért, mert a detektív irodája és a kérdező szoba közel van a lifthez. Lá, akkor detektív volt. És az egyik legjobb. Az 19-es incidens után de Lanát áthelyezték az ügyészi irodába, ahol ügyészvezetőnő lett. Beszélni kell erről is fel. Február 24 büntetőcenter látogatói szó. Hm.
Hát egy nagy problémát okozhatunk. Bizonyíték hamisítás. Nem gondoltam, hogy ilyen típus vagy. Hát a bűnözők nem ilyen, de nem játszanak szabályosan. De ők miért tennék? Ha tévedsz, akkor ártatlan ember kerül. Kapta meg az ítéletet. Értettem a kockázatot. Nem van beszélt róla. Hogy mi? Hogy két jelzett detektív voltál. És hogy ezért volt áthelyezve az ügyészi irodába. Így van. Mondtam már részleteket erről? Hát ti jogomban álltunk. Mai tárgyalás. Mert nem volt fel az a per. Hittem Vendlán. Hittem, hogy az igazságért küzd. Ez nem segített volna. Eladta a lelkét. Tehát nem volt gyilkosság a rendőrségen. Mondta, hogy nem igaz, amit Mr. Tan mondott. Nem értem. Miért mondod, nem mondod el? Ez neked se... Hogy egy kis semmi köze hozzá. Tehát rendőr volt korábban. Tehát ő is arról volt még korábban, Vice Head. Tehát kivel a csapatot alkottak. Hát mindig is ügyész akart lenni. És ezért akar detektíven. Hogy tapasztalatot gyűjtsön a nyomozásokban a műtény helyszínén, de hogy aztán benne használhassa. Esetkérdés incidensen gen segítsége kritikus volt. Tehát ő volt a rendőr, utána volt rendőrfőnök. Tehát neki köszönhetően helyezték át az ügyész irodába. Tehát a detektívek vezetője bizonyára Damon Gant volt. Tehát együtt osztották meg az irodát és a nyomozást is. De ezek itt négyen pedig alacsony szinten voltak. Egy sorozatgyilkos volt. Kérték, hogy jöjjön ide kérdezősködésre. Nagyon vonzotta őket a bizonyíték. És akkor történt az utolsó gyilkosság. Tehát ő jöhetett, tudja ez. Gant és Marshall kérdezték ki Darkot. Az utolsó részén tartottak, amikor Dark bepánikolt.
Kivárta, amíg Gent és Marshall visszafogja magát, és aztán menekült. És azután ment az irodájukba. És ott kódolált meg. És így élhetett ő először. Addig lát papírmunkát végzett. Amikor visszatért az irodába, három testet látott, és vért érzett. Marsha, Emma és a gyanúsított. Bepánikolt, amikor látta, hogy a húga elájult. Felemelt és azután Darkot letartóztatta. Tehát mindegyiknek volt része az 9 incidensen. Valaki meg nem hiszi, hogy még véget ért az incidens. Hát ez is meglepő volt, amit Marshall tett. Amióta a testvére meghalt, azóta megváltozott. Az élete nem ér véget, hogyha lezárnak így ügyet. Az emlékükkel kéne élniük. Tehát a főnök irodájába kéne elmenni. Még nincs itt Gams detektív. Később kell visszajönni. Február 24-je. Na, most találkozunk azzal, aki később való. Bambi! Hát gondolhatta, hogy a szentség nem sokább véget ér. De bőven kívja a kaktuszát. Kihallgatták még. Nem fog visszatérni. A bizonyítékos szobában nem tértünk mi. Miért szél vissza? Miért? Hogy miért tette? Szóval Donnie akart az igazságot. Hmm.
Hát ezt így tudni kell, hogy miért, mi történt. Dark, ugye? Van bűzlet neki ebben az egészben. És nem ő... Nem csak öltöd az összes detektívet. A gyilkos fegyver, az is gyanús neki, ugye. Ez volt a Darky. A boncolási jelentés is elég gyanús volt. És aki is nem volt jó állapotban ahhoz, hogy gyilkos fegyver legyen. És van esély arra, hogy nem ez a... Nem ez lehetett a gyilkos fegyver. És az jelentés pedig viszonylag törlődött. Bizonyára ezért lehetett az a bizonyítik hamisítás. Sebet nyomva hagyott maguk után ez az incidens. Angelákkal aztán nagyon volt agya. A legjobb ügyész volt. Ez volt az első ügyük. 27 éves volt akkor. A legnagyobb címet is megkapta. Amit úgy hívnak, hogy ügyészek királya. Szóval ez volt az a nap volt a bizonyíték áthelyezés. Ő is beszél a villámáson. El se hiszi, hogy már két életet. Megpróbálta ellopni a bizonyítékot, hogy az ügyet újra megnyissák. De valaki megállította. Minden detektív azon van, hogy kiderítse az igazságot. Mr. Kill... kirúgták. Marsat lefokozták, és egy kisebb szobába dobozolták. Ha tettek volna valamit, akkor a misszionárok bizonyára gyanúsak lehettek volna. Ők voltak a jobb duó. Ezt nem kell fordítani. És amióta elhagyta a detektív karrierjét, azóta már nem ugyanaz. Tehát más volt még, amikor detektív volt.
Lánckártékkal nagyon védve van. Tehát az igazi problémát Lánckártékkal jelenti, nem az ügyész. És nincs elég nagy bebánása se. Az van. A bűnei jelen. Edgeworth nem az ellensége. Ő használta azt a hamis bizonyítékot, hogy megszerzze a bűnösítéletét. De valaki más hamisíthatta meg ezt az egészet. És biztos benne, hogy Démon Gent az oka. Adios! Akkor most vissza. Most dezertálva van az a hely. Tehát mindenki bűncségint akar meg oda. A többi a konferencia szobában van. Szóval azt akarom, azt mondja, hogy Gent irodájába akarnak menni. Már megmondja, hogy hol van. Hát, most hogy kinyitott a száját, már nem igazán látják szívesen. Egy látogatás ez megér. Felvá 24, rendőrség, főnök iroda. Micsoda az a orgonája van. Oha, bőrdelét! De nem emlékszik arra, hogy hol a C betű. Na, ezt is meg kell szerezni. Hogy húzok-e? Nem. Tele a kezem. Hogy ebből az idő? Marsak kezében ott a trófea. De ahol nincsen benne a képben. Most ki akar küldeni minket? Azt tudjuk, hogy ez a büntény helyszíne. Hogy nem kell nyomozni! Bizony azt nem hagyja, hogy
megnézzük. Nem véletlen, hogy ezt nem hagyja. Tehát nem öldözönek ittene. De... ez azt jelenti, hogy ilyen bizonyára tékkol valamit. Úgy tűnik az, hogy nincs lezáll. Igen, elutasította, hogy megnézzük a büntény helyszínét. Tehát bizonyára volt valami oka. És ezért kéne utána járni. Né, majd. Ott volt a találkozó. A lábai már egész fájnak. Mindenki kávé kezd lehet szolgálnia. Hogy látták-e az ügyészt? Miért? Tűz alatt van a rendőrség és az ügyészi iroda. Ez ugyanaz, mint amikor csatáztam vele. Ez is Lana miatt van. És az egész világ, na mindegy. Edge World Crisis-e. Hát le. Most Gánsuk kérdezik ki a bizonyíték hamisítás miatt. Tehát az ügyész a felelős azért, azért a sok bizonyítékét, amit előkerít. Sok plegyka terjed Edgeworth-ről. Elég sokan utálhatták azért, amit 4 év alatt töltött. Miért találkozott volna Phoenix Wright-tal. Még fiatal volt, amikor még gondos volt. Hát ő tudja, hogy a vállalt valaki bensi. Tényleg nincs olyan problémát enségkel. Csak ilyen cincinés. Ez... amit Dark hátra hagyott, az az utolsó támadás. Amikor Marshall megvédte a csajt. Elfelejtette, hogy mi a helyzet azzal a gyilkos fegyverrel. Tehát meg kell utalni a gyilkos fegyvert. Darkwing-re. Tehát akkor volt 42 éves.
egy ilyen üzletember volt. De hogy miért volt sorozatgyilkos? Valakit elütött autóval. Baleset volt. De ettől vált vadállattá. Megölte a szemtanút. Aztán megint megölt egy szemtanút. Így kölyköt is megölt, aki szemtanú volt. Tehát sokakat megölt, aki tanúskodt. Mi akartak volna. Tehát óvatos vadállat lehetett. De nem volt bizonyíték. Tehát megadta magát. De elmenekült. És megint gyilkolni kezdett. De elkapták. Ez az a fegyver, amit meg kell mutatnom. Szóval elzárták egy szépen. Amikor Goodman detektív meg volt gyilkolva, eltűnhetett a széptől. És Edgeworth autójában köthetek ki. De most már emlékszik arra, ami a késő szó. Tehát Joe Darkie volt. Tehát ott volt rajta az új lenyomata is. De senki nem tanúsította azt, hogy használta. Ekkor járt le a szerencse. De törött ez a kés. De találtak nyomot arról a törési részről. A testében volt a darabja. Tehát azt vették ki belőle. Ez egy feltöntő. Most kaptam meg Neil boncolás jelentését. Már most tudhatjuk vele, hogy az irodája egy büntény helyszíne volt. Zárva van a irodája. De körül kell nézni ottan. Bármelyik detektív be tud jutni oda. De nem engedheti csak úgy, hogy egy civilbe menjen oda. Bizonyára elárulná a rendőrnek a bizalmát. Bizonyára kirúgnák, hogyha bemenne csak úgy. Oh.
halál után ez az ID-kártya már bizonyára lejárt. Mert már törölték az adatot. A benne élő adatoknak tört. Úgyhogy ez már nem fog működni. De Gamsul segítségre van szüksége. De mutatni kell valamit, amivel meggondolhatja magát. De ez el kell menni. Level 24 ügyész iroda. Parkolóhely. Itt már Mr. Egyelőre nincs itt. Mindenki el van foglalva a bizonyítékos szobában. De az már kiderült, hogy nem öt, hogy nem a rendőrségen történt a gyilkosság. De mi mindig ott tartunk, hogy Lana az igazi bűnös. És most jött az ügyész iroda. Na, most kellett megjelenni. Svörföld. De mit csinálunk itt? Na, erre a papírra van szükség. Kemény napot bele. Bekákkal kellett átérni a két évig. Ő mindig elrejti az érzelmeit. Bizonyíték hamisítás. Nem sajnálja, amit tett. Van, tudta, hogy használja. De nem tudja ezen változtatni. A rendőrség is az ügyész iroda bízott egymásra. Ha ez megtört volna, akkor mindent elvesztettek volna. A rendőrség hibája az ő hibája is. De büszke a munkájára. Alapítárgyalás. Ez a Mafé von Karma ügy, most meg ez. És hogy aggódunk ő. Elég ideges. Meg késő, hogy meg, hogy az ügyészre megválaszolnak. Hát elég rövid ez a bizonyíték. Némelyik lista kétszeres. Kétszeresen hosszú. Tehát ez félig van kész. Tehát ő volt akkor ügyész Marshall ügyében. Tehát nem volt ez a nyomozásban. De ami eszében volt, amit kapott, azt használta. Hát találtunk képet is.
Vintage napja. Tehát nem érdekelte a ceremónia. Ez ugye emiatt a trófea miatt. Nem volt terve, hogy visszatérjen az irodába azon a napon. De aztán kérték, hogy vigyek vissza valamit. Vigyek vissza valamit. Még hozzá ez a csavarhúzót. De hát ez fél éve ezelőtt volt használható. Ja, hogyha kérte, akkor bizony az valamiféle csapda volt. Hogyha kérte, hogy vigye vissza az ügyész irodába. Hogy ő is együtt tudom, hogy rájöjjön, hogy ütötténk az ügyész iroda parkolójába. Tehát bizony a főnök kérhette, mert ez is a terve része volt bizonyára. Várjál. Most beszéljen a trófeáról. Nem jelentett neki semmit. Ez volt előző évben. Valami zavarja ebben a parkban. Tehát ez a különbség. De van egy sztória ebben, hogy miért ilyen törött. Ez ellentmondás. Ez egy kínai mese. Ez azt mondja, halbert, aztán azt mondja, hogy pajzs. Aztán valamiféle fegyvert jelenthet. Elmondanád, de ez nem majd egy éven? A királyságban Chu a fegyverkereskedő megmutatta a királynak a két fegyvert. Az egyik ilyen láncsaszerűség volt, a másik meg pajzs. Objection!
Tehát így jöheted létre az elmondás. Ez valamit szimbolizál. Tehát a kereskedő tárgyát szimbolizálja. Már tanult van az ebből. De és mit van nála a pajzs? Azt Gentől kell megkérdezni. Tehát neki volt egy olyan lancsa szélség. Ami a szükségünk van, itt van alul. De most nehezebben nem áll, hanem ül. Pontosan, hogy itt ül, nem pedig áll. Azt akarja terjelni el a figyelmét. Hát nem elég hülye, az biztos. Letter of resignation. Tehát rezignációs levél. Valami meghalt benne. Nem tud megbocsátani magának azért, amit tett. És senkinek nem kell megbocsátania. Tehát erre a bizonyítékra van most szükség. Jó, most már beszéltünk Gumshoe-val. De előbb... Nincs ezt talán megint beszélni akarja. Nem gondoltuk volna, hogy csak így tudjuk ásni a két érzőt így. Ez, hogy ez a kis helyszíd az tanús, szemtanús helyszíd. Mert is ásunk ki, az még nem változtatja meg, hogy amit látott. Dark, ugye? Nem fejti ezt a nőt. Hát valamilyen nagyon kíváncsi volt, Jake. Mm-hmm.
ők voltak a legendás duó. Mi történt, miután lezárták az ügyét? Emiatt a pár miatt folytatták a nyomozást. Gyorda, tényleg azt kattant édenet. Ez egész bizonyán manipulálva volt. És titkot próbálják lehetetni. Elég bizonyíték, hogy mi történt. Tehát ő is tud róla, hogy Lance Kyle-t áthelyezték az egész irodában. Nem, semmi sem ilyen egyszerű. Lance Kyle bizonyára játékszer volt. Szóval felhasználták. A legendás duó. Ők voltak a legjobbak. Tehát együtt intéztek minden ügyet. Hát egy időképessége volt annak a baromnak. A leghihetetlenebb bizonyítékokat jelenítette meg, amit megoldott. Még bekák is szóltak róla. Senki sem mehet szembeszállni vele. Minden detektív olyan katlány, mint Lana. Mint ő is, de ostoba volt. De Lana mindig figyelte a többi detektívet, hogy ki hogyan viselkedik. Amikor Neil meghalt, akkor bizonyára az olyan, mintha a saját testvére vesztette volna. És ha nem lett volna, akkor nem hinné, hogy Jake bizonyára kieverné a sokkot. Mert ő nem tudnál ki megbocsátani. Miért ilyen volt olyan hideg férű? Miért volt felhasználva? Tehát át volt helyezve. Ennek köszönhetően, meg a képességeinek köszönhetően. A pozícióra be volt biztosítva. Tehát Gent bizonyára irányítása alá vonta Lana Skye-t, és senki nem állhatott az útjába. Tehát ezért volt áthelyezve. Tehát hogyha tudja az ügyészfeletőnőt irányítani, akkor még az ügyészirodát is tudja irányítani. Tehát ez volt végig a célja. Tehát Damon Gen bizonyára valami rosszban akart sántikálni. Vagyis még most is rosszban sántikál. De hogy hogyan tudja irányítani?
De itt a, hát azt nem tudja, hogy végigállítani. De amit az ügy lezáródott, már régen nem a... Már nem a régi. Hogy se hallgassak ide, mi jó. Hát remélem, hogy jobb vezető leszek, mint ő. Vissza a rendőrségre. ...150 másolatot ő csinálhatott. DJ! That's joking! Szóval DJ! Még mászom, hogy mindig nem. Hát nem engedne be csak úgy az irodába. De van egy dolog, amivel meggondolhatja magát. Méghozzá ezzel. Nem mondja komolyan egy sor mondott. Ez észre, hogy ennyien nyomták ilyen. Én messzi nyomhattam. Ez fel sem kézi magát. Már gondolta, hogy elég hideg bírni. Bízott a detektívjeiben, hogy jó bizonyítékokat adnak, de olyan, mintha elárulták volna. Meggondolta magát. Ekkor már elviszi magával. De nem lehet ez ilyen egyszerű. Hát neki segítenie kell. Hát már kirúgottnak érzi magát. Egy sorf érdekében, de a hajlandó segíteni. Fel 24, rendőrségi. Főnöki oda. Azért mondunk ez a szép. Szerintem tárulj. Megint megjött! Megint megjött Ence! Megint szállt meg tiszta! Megpopozni egy szállamat! Most éppen beapakadott. Nem beapakadott, de csak aggódott. Hogy van rosszul se. És ez így jött be. Akkor minek kell odaadni ezt az ID-kártyát? Nézd, dolga van, hogy ide bejussunk. Hát most itt körül kell nézni. De elég idő van ehhez. Mások mit tudunk találni.
Először is pénzük be ezt az izét. Méghozzá itt. Na itt volt az a rész, ahol folyt a vér. Tehát ez vére van tele. Amiatt az incidens miatt. Amikor Marshall meghaladott. Most pedig jöhet a szép. Tehát kódra van szükség ehhez. Tehát hét szám kell ehhez. Itt is lehet bejutni. Születési számát. Mit jön a semmi? És mit kell beütni? A hetet. Elfogadták. Tehát most már kilek. Bingo! Kinek a születés napja? 7-7-7-7-7-7-7. Tehát Démon Gent száma ez. Tehát ő volt az a vezető, aki beszélte, az a magas rangú. Tehát neki is bizony közel van a gyilkossághoz. Tehát ez Gent ID száma. De most be kell nézni ide. Ebben bizonyára nem. Két dolog van. Egy sellek darab. A másik egy veszélyes bizonyíték. Ami egy ruhadarab kézlenyomattal. Na vigyázat, ez a bizonyíték egy vörös felkiáltójá. Azt kell kideríteni, kinek az új lenyomata van. Tehát ez a két dolog volt benne. Tehát nem volt benne pénz. Tehát egy selleg darab és egy kézlenyomatos ruha darab. Bizonyítani kell, hogy van közük ez a... ez az S9 incidenshez, illetve ahhoz, hogy miért tartja a szépben őket a rendőrtől. Tehát most bizonyítékot kell mutatni. Várjunk csak, melyik is lenne az egy... Ja, már emlékszem! Na ezzel van a... ez a darabot kell összerakosgatni. És akkor még egy pár szót kell megoldani. Na ez passzol ide. Csak össze kell rakni. És abból kijön a serleg.
Lássuk, hogy ezt lehet-e rakni. Lássuk, mit tud egy újonc. Na, pontosan így kell kinéznie. De még itt vérfolt is található. Valahogy mennyire lemosva. Tehát ilyen bizonyíték volt az ilyen széfjébe. Tehát bizonyára abban borzalmas dolgot tehetette, hogyha egyáltalán elejtette a széfjében. Tehát az ő a legnagyobb célpont. Tehát ezt a vérfoltot is figyelme kell venni. De erről ma később lesz. De még nem világos, hogy ilyen miért rejtette oda, hogy egyáltalán bizonyíti. Most pedig új lenyomott vizsgálat. Tehát most Gancsó vagy, hogy megvizsgáljuk azt a ruhadarabot a kézlenyomattal. Tehát erre kell az az vizsgálat, de nem lesz ennek jó vége. Tehát nem elfelejteni, csak beleszorni azt a udert, aztán el. Na aztán egy újat először. Bújás! Ruhadarabra. Most mondok egy rossz választ először. Nem passzol. Hiába volt a széfjében. Ez nem egyezik. Tehát mindenkit ki kell vizsgálni erről. Most a helyes válaszra megyek. Figyeljetek! Magas! Magas! Nagyon magas! Ez elmaszkál kézlenyomata. Na ez a döbbenetes. Na bizony durva volt a helyzet most. Mi? Sajnos elmaszkál kézlenyomata miatt ez egy nagyon veszélyes bizonyíték. Ez egy piros felkiáltójás bizonyíték. Most arra lenni kíváncsi, még hogy kerül Emma új lenyomata bele? Arra kíváncsi, hogy kinek az új lenyomata, de nem mondhatjuk ezt sajnos.
Gumshoe-t már tudja? Tehát ez most egy engedik a Emma elő. Mert ennek is van ahhoz köze, hogy... hogy lám miért titkózik annyira. Bizonyára emiatt. És még amire szükség van, az ez. Ez a bizonytéklista, amit ugye kapcsolatban használhatott. Van még meg kétszer van listákozó. Tehát kétszer hosszan. Tehát ez az, amire Miles Edgeről beszélt. Tehát főleg bizonyára rejteget valamit. De most, hogy még van, jön a döbbenetesebb rész. Tehát pontosan ezt osztottam meg Genten, ezt az irodát. Más nem használja, csak Gent. Ez figyelmeztetés mindenki számára. Figyelmezteti. Hát de senki nem ér az asztalhoz. Csak Gent. És a takarítónő. Hát más nyom nem lehet itt. Szóval körülnézni érteni. Ez egy kényszeres ügy miatt. Akkor azt mondja valaki, hogy ne aggódjunk, mégis ideges lesz. Tehát ő van a valódi célpontunk, de a célpontunk bizony rendkívül ravasz. Hogy mit gondolunk róla? Hát bizonyára ő lehet, hogy gyanúsított. Mert közönete... Ettel tartozom neki, sajnálatos mondom, most durvulhat a helyzet. Hoppá, most már tényleg lebuktunk, főleg a detektív. Nem gondoltuk valami korábban jönni. Viszont jelenben. Hát sétáltal találkozom, és amikor
Szóval is egy bizonyára látott valamit. Azt gondolta, hogy dedek. Most távozás a kényszerű. De ami Gunshoot illeti, kéri, hogy dobja ezt a kártyát, mert nem lesz rá szüksége. Most tűnés. Beszélni akkor Emma-val. Engem viszont elküld. A földék irodája off-limites. De be kell talkodni. Hát ez szükséges volt. Mert nem érdekelte, hogyha még kirúgják. De hogyha tudta volna, hogy ez megtörténik, nem mondanám. De se baj! Hogyha a rendőrfőnököt lebuktatjuk, akkor visszakaphatod az állásodat. Kezd összeállni a kép. Bizonyan lehet egy közel gyilkosság. Hát ődési bizonyosan kérdezném valamit. Tehát bizonyosan elfoglalt lesz. Tehát most egyedül kell kérdezősködnem Lanának. Le kell lepeznem a trikkát. Tehát a holnapja az utolsó, de az rettentő hosszú lesz. Minden metet ahhoz, hogy megvédjelek, és ez volt ki. De hát nem voltál el mindent. De semmit sem jelent, amit mondtál. Semmi nem használható abból. De egy fontosat is mondott, amit az elején is. Hogy beismerte a bűnét. Ezt már tudjuk. De valakit rejtéket ezzel kell a szavak elől. Hát mi a jó, hogy cselekedett, hogy mentorált. De most egész féltékeny. Ez volt egy igaza volt. Ha valakit meggyőz, még meg vagy győzve, hogy tudsz valamit, senki nem tud meggyőzni másképp. Vastag fő. És kérdezősködnöm kell tőle. Hogy miért titkolózik? Nem akart elmondani egy igazat, ugye? Szóval, hogy védelmezi azt a valódi tettest. Valamit igazán fél, és ezért nem akar beszélni róla. Valaki bizony kétszerítette, hogy hallgasson. Hogy kiről lesz szó? Na igen, Démon Gendet védelmezi valamiért.
Hogy ne felejtsem a helyet. De ezt már nem mondhatom, mert nekem bádok vagy. Tehát két évig partnerek voltam. Tiszteltem detektívként. Hogyha tisztelhető, akkor mondj valamit. Miért rejtegetik a bűnét? A bűnét? És egy bizonyára a beltetek volna külben, mielőtt őt folyt volna a vizsgálat azért, amit tettedék. Rejtegetni és hamisítani bizonyítékot. Igen, ez a komoly bűncselekmény. Igen, ezt miért nem említette meg? Ez nem tudhatott a hamisításról. De az, aki bizonyára nyomozás közben hamisíthatott, az bizony ő. De bizonyára a Gent is lehetett az. Hogyha meg akarom gyanúsítani a Gentet, akkor bizonyára többre van szükségem is szóra. De bizonyítékra is szükségem van. Méghozzá erre. Tehát szépen találtuk ezt a két bizonyítékot. SE9-ből bizonyítékok ezek. Tehát aki eltegette ez a bizonyára, hogy igen. Miért? Tehát, hogy mondja el, hogy miért tesz olyat, amit Jézus is tett, hogy magára vállalja a bűnét. Touché. Szóval muszáj engem, nem tagadhatja még a főnöknek a parancsát. Még akkor se, hogyha a bűnösnek ítélik gyilkosságért. Miért nem? Nem gondolok komolyan, hogy mindent elmondhatok neki. Egy nappal ezelőtt nem volt más választása, mint együttműködni. A gyilkosság van bizonyára. Tehát követni a parancsot. Ez pontosan, mint együttműködés. Nem mondhatja el a részleteket. Azon napon ő parancsot kapott. Bizonyára, hogy... elejtsen valamit Bruce Goodman testéből. Vagy inkább úgy elejteni. És megtalálta bizonyára Edgeworth-nek a kocsijában. Sejtettem. Tehát nem ölte meg Goodman detektívet. Tehát az bizonyára Démon Gent lehetett, tehát ő a célpont. Szóval ki akarta venni egy autójából a testet. A kocsi bizony el volt törve. A gyilkos fegyver benne volt a hasában.
De ez nem Edgeworth-nek a kése volt. Hát szóval ez a kés volt benne. Amivel Joe Dark bizonyára ölhetett. De nem hagyhatta, hogy ott legyen az a kés. Tehát kivette, és egy másik késsel üszülte át, hogy a bizonyítékot elterelje. De hát Edgeworth késével akarta helyettesíteni, hogy másra legyen terelődve a gyanú. Még hogyha halott is volt, hát reszkedett a keze, hogy le kellett szúnia vele. És ezért vágta a kezét. Tehát ettől van megsérülve. És annyira rosszul sült el, hogy még a cipőjébe is került az a vérnyom. És aztán... Angel Star meglátta őt. Szóval Mr. belerondított a tervébe. Hát így nem is csoda, hogy... Hogy nehéz ez a tárgyalás. Mert Angel Star nagyon beavatkozott a dolgokba. Miért akarta, hogy... Hogy Dark késse eltűnjön. Hát sokáig tartott, hogy Dark ugye lezáruljon. És nem akarta, hogy ez megnyíljon még egyszer. Meg akarta akadályozni, hogy még egyszer megtörténjen. Szóval, hogy elejtette Dark kését. Ez bizonyíték volt Joe Dark ügyében. Tudta előre, hogyha kiderül, hogy ez a késszúrás emiatt volt, akkor bizonyára az megnyílt volna lehetőség arra, hogy az esélykénc ügy újra megnyíljon. Hogyha rájönnek... Ha rájöttek volna erre, bizonyára a riporterek is tudomást tesztek volna az esélykénc és incidenses. Szóval a sájába rejtette. Egyenesen a kipufogójába. Edgeworth autójának a kipufogójába. Aztán hívta a húgát. Hogy elmondja, mi történt. És azt akarta, hogy a kést rejtse el. Amit a sájába rejtett. Nem akarta másra elültetni, hogy az egészet, de bizonyára nem akarta volna bővebb információval elmondani, hogy rejtse azt a kést. Ezért volt olyan biztos lány ártatlanságában. Tehát nem tévedett abban, hogy nem ő a tettes. De hogy miért rejtik? Miért akarta egyáltalán a parancsát teljesíteni? Hát bizonyára ezt is meg kell fejteni. Tehát Emmát hívta, és rossz nézése volt azon a napon. Amikor parancsot kapott Gentől, az első dolog, amit kért, ez a telefonhívás. Tehát ő hívta fel Jake Marshall. Hogy miért hívta? Hogy titomat tudja tartani az esélykénces ügyet, segítségre volt szüksége. Azt hitte, hogy bízhat benne. De sajnos nem tud, nem számolt vele, hogy első kétszes ügyettől már Marshall már régen óta ki akarja nyomozni.
maga módján akarta volna megtalálni a bizonyítékot. De amikor Meekins bizonyára megjelenhetett, hát keresztül. Az a bizonyára Gant, Lana és Marshall számításait is keresztül húztak. Tehát Lana hívása okozta azt az ügyet, hogy Jake Marshall beöltözött Goodmannek, és amikor Meekins megjelent, akkor a terv bizonyára valósult el. Semmi se tudta elbeszélni Jake Marshallt arról, hogy megtalálja a bizonyítékot. De aztán a hívás után de minden megmaradt kételkedés, és neki el kellett, hogy tűnjön. Tehát ezt az incidenst az ő hívása okozta. Tehát ez mindent elmondhat. És hogy miért titkolja ezt ennyire? Azért titkolja a szándékát, most azért akarja magára vállalni a Gant bűnét, mert fél a legrosszabbtól. Úgy véli, hogyha bűnössé nyilvánítják, akkor elkerülti a legrosszabbat. De ez csak később derül ki, hogy mi. Kérdemelted a tiszteletet, Mr. White. Ügyvédként és nyomozóként is. Kérem. De nem akar többet. Viszont van ez egy bökkenő. Ki kell vezetni Lara démonját. Ki kell ejteni Goodman igazi gyilkossát. Azt nem hagyhatom, hogy csak úgy egyszerűen bűnösi nyilvánítsák. Tehát Lana Skywalker bűne a bűnpártolás. Tehát tenni kell róla, hogy lát bűnpártolásét ítéljék. Tehát Lana Skywalker mindenképpen el fogják ítélni. De hát azt mondja, ne gyilkosságét, hanem bűnpártolásét. Tehát Lana mindenképpen börtönbe fog kerülni. De a valódi tettessel együtt kell ítélni. Az nem jó, hogyha csak őt ítélik el, mert akkor nem volt értelme. Mert ha csak hagyom, hogy egyszerűen elítéljék, akkor nem volt értelme az ötödik epizódot végigjátszani. Azt kell kiderítél, hogy igen, mi köze az S9 incidenshez. Tehát a harmadik például, amit el kell érni, az, hogy a valódi tettese együtt ítéljék el Lanát. Mert hogyha Lanát elítéljék bűnpártolásra, csökkenthetik a büntetését pár évvel. A valódi tettes meg elítélhetik életfogytiglanra. A harmadik például fogjuk majd legközelebb folytatni. Ami iszonyatosan hosszú lesz, három részre fog osztódni. És már van a kezünkben egy veszélyes bizonyíték. Azt fogja majd eldönteni, hogy a végkimenetet. Vigyázni kell az a bizonyítéka, nem csak nem egyszerűen veszélyes, jó kell azt felhasználni. Hogyha rosszul használom fel, akkor az Lana Skywalker félelme beteljesül.
Úgyhogy ha tetszett, iratkozzatok fel a csatornámra, lájkoljátok a Facebookon, kövessetek Twitteren és figyeljétek a weboldalon. És legközelebb a harmadik perrel fogom folytatni, illetve az első részével. Úgyhogy sziasztok legközelebb is!